Szia, üdvözöllek! X-faktortól Jézus Krisztusig, ez ennek az eseményünknek a mottója. És mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy a hit mióta része az életednek? Hello, szia, én is üdvözöllek! Nagyon jó címet adtatok egyébként ennek az előadásig. Eddig talán még nem is találkoztam ennyire kreatív címmel, úgyhogy gratulálok! Köszönjük! Az X-faktortól Jézusig. Hát igazából annyival másabb az egész, hogy nem az X-faktortól kezdődött el az életemben a kereszténység, hanem egészen vissza lehet kanyarodni, hogy 8 éves koromban fogadtam be Jézus Krisztust az életembe. És aztán igazán komolyan a megtérésem az 17 évesen történt meg. Ugye az a megtérés, amikor az ember elfordul a régi életétől is, megkapja az újat Istentől, és azzal él onnantól kezdve, és elhagyja a régit, a bűnös életét, és oda teszi magát Istennek. Ez nekem 17 éves koromban történt meg, egy lány által, amit itt az előadásnál is mondtam. Az Úr őt használta az életemben. Úgyhogy hát az, hogy a kereszténység az elindult 8 éves koromban, de a megtérés az igazából 16 éves, 17 éves koromban. Válaszoltam a kérdésedre? Igen, azt hiszem, hogy kielégítő volt. És hát a verseny akkor valamilyen szinten elindított téged az úton, ha ezt így fogalmazhatok így. Vagy hát az, hogy egy nagyobb mérföldkő volt, és igazából milyen megpróbáltatások, hogyha voltak egyáltalán ilyenek, értek a hitedet, vagy értek téged a verseny folyamán? Igen, hát az X-faktor volt az a mérföldkő igazából az életünkbe, ami egy óriási változást hozott. De igazából én mindent Istennek tulajdonítok, tehát semmi nincs, ami ne tőle lenne. Tehát mindenem, amin van, az, és ami történt velem, jó dolog. Sőt, egyébként a nehéz pillanatok, a nehezebb évek az X-faktor előtt, én azokért is most már azt mondom, hogy hálás tudok lenni érte, hogy azok voltak. Mert hogyha esetleg én beleszülettem volna, tegyük fel a jó módba, a gazdag családban nőttem volna fel, én azt gondolom, hogy nem tudnék most ennyi embernek például segíteni, mint ahogy most tudok. És ez a kedvenc tennivalóm egyébként, hogy elmegyek más városokba, és nekem ez nagyon nagy dolog. Én ezt annyira ilyen csodának élem meg, hogy én beszélhetek embereknek, és az emberek hallgatnak engem, ez én történet. Tehát az, hogy van történetem, és van mondani valóm, nekem az annyira nagy dolog. Igen. És ezért is mondom azt, hogy semmi nincs, ami ne Istentől lenne. És az X-faktor is ez volt. Nagyon sokan nem hitték, hogy ez Isten terve lehet, mert hát egy X-faktor, egy tehetségkutató nem lehet Istentől. Sokan ezt mondták, és egyébként én is gondoltam erre, de aztán kiderült, hogy mégiscsak tőle volt. Még a mai napon is itt vagyok, még nem hagytam el a családomat, még ma is ők a fontosak nekem itt a földön. Nagyon sok ember előtt énekeltél, és érzed a különbséget, amikor csak énekelsz, és amikor Istennek énekelsz? Ezt nagyon szeretem, ezt a kérdést. Remélem el tudom mondani a választ rá. Van egy jó válaszom erre. Ha nem, akkor kikeresem a telefonba, le van írva. Tehát ez az van, hogy kikeresem, hogy pontosan el tudjam mondani. Egyszer gondolkodtam ezen. Meg is van. Tehát feltettem én magamnak ezt a kérdést. És minthogyha megkaptam volna rá a választ. Tehát az kicsit hosszú, de ilyen egy órá be tudom mondani. Tehát az lenne erre a válasz, hogy milyen amikor fellépésén énekelek, vagy amikor esetleg gyülekezed, vagy valami. Van, amikor az embereknek énekelek dalokat Istenről, ösztönzően Isten dolgairól, Jézusról, és van, amikor Istennek énekelek imádásból. És ez szívemmel, lelkemmel, testemmel őt dicsérem, akkor megszűnik minden körülöttem, és nem is érdekel, hogy mi és ki van körülöttem. Tehát ez a különbség, hogy amikor Istennek énekelek imádásból, akkor engem nem érdekel, akkor teljesen kizárok mindent, és akkor imádásból énekelek az Úrnak. De van olyan, ami például ma is, hogy embereknek énekelek Isten dolgairól. Tehát akkor közölni szeretnék valamit. Tehát akkor Istenről énekelek, Isten dolgairól. A saját dalaim többsége ilyen, hogy Istenről, Isten dolgairól. Énekelek egyik legtöbb dalomnak a szövegét, pont ezért Pajor Tamás írta, mert nagyon jól tudja ezt, hogy hogyan kell ezt csinálni. Úgyhogy ez a különbség a két dolog között. Nagyjából válaszoltál is a következő kérdésemre, de
esetleg még kiegészítésképpen, ha valami eszedbe jutna, azért föltenném, hogy igazából miket szeretnél, milyen témákat, mit szeretnél közvetíteni a dalaiddal. Igen, igen. Nekem ez nagyon fontos, az, hogy igenis közvetítsek valamit. Nekem a zene, tehát én azt gondolom, az én véleményem a zenéről az, hogy egy csoda. És a minap volt egy olyan délelőttöm, tehát úgy ébredt, biztos más is van így, nem csak én. Úgy ébredtem fel, hogy nagyon feszült voltam. Szokták mondani, hogy bal lábbal keltem fel. És ez így volt. Mindenki kiesett a kezemből, a gyerekek hisztisztek, dühös voltam egy picit, ingerült voltam, feszült. És akkor így szóltam az unok, hogy uram, nyugtasd le a lelkemet! Háborogtam így össze-vissza, és nem volt jó. Szóltam az unok, hogy uram, nyugtasd le a lelkemet! És képzeljétek el, azt kaptam az úrtól, mint hogyha így, tehát, és ezzel tudom, hogy az úrtól kaptam most már, mert azzal megkaptam, és lenyugodtam teljesen. Azt mondta nekem az úr, hogy ne törődjek azzal, ami elmúlik. Azzal törődjek, ami nem múlik el. És egyébként minden, amit látunk a szemünkkel, az elmúlik. És ami nem múlik el, tehát az az Istennek a kegyelme, szeretete, az ige, az nem múlik el, hanem az örökkévaló, a szeretet. Megkaptam, hogy a feleségem felé való hűségem, az örök nem múlik el. És megkaptam azt is, hogy a zene, képzétek el, a zene örök, nem múlik el. És az a valóság, ezt is kaptam, hogy az a valóság, csak az a valóság, ami nem múlik el. Ami elmúlik, az igazából nem is valós. És ez így teljes békességet és nyugalmat hozott nekem az élet, ott abban a pillanatban. És a zene is egy ilyen. Annyira örültem, hogy ezt így megkaptam, hogy a zene örök, és nem múlik el. Tehát a zene az egy valóságos dolog. A mennyben is ott lesz. Ott volt, mindig is dicsérték az angyalok az Urat. Folyamatosan dicsérik a mennybe az Urat, az angyalok. A zene az egy örök dolog. Akkora dolog, nem? Óriási, úgy fellelkesített, hogy a zene az örök. És nagyon-nagyon szomorúvá tud engem tenni az, amikor a zenét megtöltik olyan mondani valóval, ami értelmetlen, üres, trágár, mocskos, szennyes. Ilyenkor így, mint hogy megfacsarnák a gyomromat, mikor ilyen zenéket hallok. De hát sajnos a világnak ez természetes, nekünk nem, és mi érezzük azt, hogy ez nem szabad, hogy így lenne, mert a zene az egy örök dolog, egy valóságos dolog, és én ezért szeretem megtölteni fontos mondani valóval a zenét, ezért szeretek üzeneteket belecsempészni, Isten igéjét belecsempészni, ami szintén örök. Szóval nekem ez nagyon fontos, és én kitartok ez mellett. Lehet, hogy én nem leszek ott a YouTube-on a legfelkapottabbak listáján, meg lehet, hogy az én dalaimat, meg a klipeimet nem nézik meg 20 millió, meg 40 millió, de engem egyáltalán nem érdekel ez. Engem az érdekel, hogyha készítek egy dalt abból az indítatásból, hogy szeretnék üzenni valakinek, vagy átadni valamit, amit én már megértem, vagy Isten igéről, beszédéről. Nekem az a célom ezzel, hogy eljusson az emberek szívéig. És hogyha ma 1000 ember hallgatja meg csak a YouTube-on, akkor köszönöm szépen, akkor 1000 ember hallgatja meg. Nagyon jól érzem magam itt, és nagyon jó szeretettel fogadtak az emberek, és ez mindig engem is lelkesít az, hogy az emberek szeretettel fogadnak, és látom, hogy mennyire figyelnek arra, amit mondok. Szóval remélem nem utoljára járok itt, úgyhogy köszönöm szépen a szeretetteljes fogadást. Mi is köszönjük neked, hogy itt voltál, és hogy ilyen fantasztikus élményben lehetett részünk. Köszönjük! Köszönöm szépen! Sziasztok!